Sziasztok! Én Viktor vagyok, és ez pedig itt a Recycling. És ebben a videóban a barkácsolás alapok tanfolyam keretein belül egy kis vízszerelés következik. WC öblítő tartályt fogunk cserélni, kompletten úgy, ahogy van. A régi tartály az hát már ilyen közel 20 éves tartály. Elég sokszor volt már benne mindenféle alkatrész cserélve, meg volt vízkötelenítve, stb. A lényeg, hogy ugye a koránál fogva sajnos megérett a cserére. Én mindig első körben próbálom ugye feljavítani a dolgokat, és csak akkor, amikor már tényleg el kell engedni, akkor teszem ezt meg. Az új tartály, amit be fogunk rakni, ez egy magyar szabadalom, úgy hívják, hogy Dömötör. Ez a Dömötör WC öblítő tartály. A lényege az, hogy nagyon-nagyon egyszerű a szerkezet, és ezáltal ugye olcsón, könnyen gyártható. Az alkatrész utánpótlás is biztosító. És azt mondják, hogy nagyon megbízható a működő kis készület, úgyhogy remélem, hogy így is van. Nem használtam még ilyet, most meglátjuk. No de, a szereléshez mire van szükségünk? Egyetlen egy francia kulcs, és egyetlen egy flexibilis cső. Minden egyéb itt van a dobozban, és akkor lássunk neki. Az első, amit meg kell tennünk, az az, hogy ezt a kis golyós csapot elzárjuk. Így. És lehúzzuk a WC-nket, hogy ugye kiürítsük a tartályt. Cselesen. És akkor le lehet akasztani ezt a WC lehúzót is. Láthatjátok, ez egy ilyen egyedileg készített kis lehúzó, mint ahogy ugye maga a tartály is. Ezt lehet, hogy még nem is mutattam nektek. Ezt is én készítettem, hát körülbelül annyi idős, mint a tartály, tehát tényleg ilyen 20 év körüli. Hát akkor még sajnos nem csináltam videókat. Nem tudom, mennyire látszik. Itt az elején egyébként egy ilyen kis vízesés van bele égetve tákával. No de, haladjunk. Szépen itt megnyitom ezt a kis flexi csövet. Az. Még szépen leveszem a tetejét. Itt meg kell bontani ezt a kötést. Így. Akkor ezt majd szépen kiemeljük. Látok, szétnyitom itt ezt a kis fellépőt, már ide készítettem. És akkor... Hát bocsi, ezt most csak így tudom, hogy... Hátulról kell, hogy nézzetek. Így ezt szépen ki is tudjuk emelni. Na nézzük. Maga a szelep szerkezet, ugye egy ilyen klasszikus úszóval. És ez itt a lehúzó kar, ez pedig maga a lehúzó szerkezet, ami egy ilyen egyszerű rugós szerkezet. Tehát ennek a lehúzónak a lényege, megfordulok már, nem? Szóval, ennek a lehúzónak a lényege, hogy ez tényleg ilyen rugós elvvel működik, és csak addig folyik a víz, amíg húzzátok a kart. Tehát, hogyha egy teljes öblítést akartok, akkor azt folyamatosan húzni kell addig, amíg el nem fogy a víz a tartályból. Viszont nagyon nagy előnye ugye, hogy lehet ilyen kicsi rövideket is öblíteni.
Először is akkor nézzük meg, hogy mennyire passzol be. Éppen, hogy bemegy. Hát vannak gondok. Kedveseim, vannak gondok. Igen, ez a baj. Itt hátul ez a dolog itt nagyon kicsüremkedik. Mi is lenne az élet egyszerű? Az túl egyszerű lenne. Túl széles ez a cucc. Ami itt van hátul, ami itt látható, ezt mind-mind nekem le kell szednem valahogy. Le kell vagy csiszolni, vagy vágni, mert pont ennyivel keskenyebb a hely. A másik dolog meg, hogy ott nekem oldalt szintén ki kell vágnom helyet, mert ott már takarásban van. Tehát a másik tartály az magasabb volt sokkal, és emiatt annak ugye föntebb volt a mindene, a csatlakozója is, meg a húzókkal is. Ez viszont lejjebb van, tehát ott esik, ahol itt oldalt már fal van. Hát ez egy ilyen szakma, ugye ezzel nem lehet mit kezdeni, főleg ha az ember eleve egy házilag készített dobozzal dolgozik. Na hát akkor kezdődjön a mókoló show. Közben már megnéztem, és rájöttem, hogy lesz még egy probléma a tetővel, ugyanis annak is ez a fele, az már nem annyira fog bepasszolni. De muszáj lesz tető, mert hát látjátok, tető nélkül azért nem annyira jó pofa. Na de, ugye nem lennének ilyen gondjaim, hogyha nem lennének mindig extra igényeim, és nem akarnék mindig ilyen extra dolgokat, mint például ez a fa WC tartály külső burkolat. De hát én általában ilyen vagyok, mindig vannak ilyen esztétikai, meg egyéb igényeim, és hát ennek ez az ára, hogy meg kell érte dolgozni, de higgyétek el, megéri. Egyébként egy elég fontos dolog itt, ez a kis merevítés, hogyha ugye nincs ilyen dobozotok, akkor ez tényleg azt a célt szolgálja, hogy mereven tartsa az egész tartályt. Na kérem! Hátsó merevítő rész eltávolítva, és akkor most nézzük, mire jutottunk. Jó, igen. Most már sokkal könnyedebben megy be. Az egy dolog. De még itt van a teteje. Ennek is valami be kéne venni, ami baromira nem megy be. Úgy néz ki, hogy szerintem mind a két felén a végét, tehát ezt a felét is, meg ezt a felét is le kell csapni. És akkor meg ugye ez hozzájön az, hogy itt a fából is ki kell vágni egy jó darabot. Oké, na ezeket följelölöm. Na, fel van jelölve. Hát ezt itt a helyszínen fogom vágni. Most én ezt itt le nem veszem. Úgyhogy ez is egy jó játék lesz. Na de, ha már ott kint úgyis össze koszoltuk a teraszt, akkor egyelőre folytassuk ott. Ezt már mindjárt valami pengével körbe fogom itt dolgozni, hogy ne legyenek ilyen kis csúnya sorják rajta. Ezért hiába nem látszik, mégiscsak nézem már ki valahogy. No hát akkor lássuk, hogy mit sikerült alkotni. Ezt ugye már láttuk, hogy ez szépen belemegy. Itt a lehúzókar. És szépen belemegy, és akkor jön a teteje, ennek igen, szépen rámegy, nagyon jó, szuper. Megpróbálom ezt a dobozt ide alátenni, hogy
abba bújjon a faforgácsunk. Na ez most így érdekes lesz így oldalról. Sok furcsa pozícióban fűrészeltem már, ezért ez se kutya. Várjatok kicsit, megpróbálok így a fúrsógépre rálépni, így azért könnyebb lesz. Aha. De még benne volt a csavar is. És akkor most következik az, hogy fogom ezt a kis papagájt, és ezzel kikapjuk. Ez az. Ha, egész szép lett. Következzék az összeszerelés. Ehhez előbb azért megolvasom az útmutatót, mert ugye a nagy szakik úgy szokták, hogy általában a saját kútfőből, aztán utána, amikor már megvan a gond, vagy valamit nem értünk, na akkor elő lehet venni az útmutatót. Én inkább előre elolvasom, és akkor ez a része ki van küszöbölve a dolognak. Na, elolvastam mindent, mindennel képbe vagyok, jöhet a szerelés. Nagyon kis trükkös, nagyon ügyes. Nagyon jól megvan ez itt csinálva. Na ez majd lehet, hogy nem árt egy kis szilikonzsír. Ugye ezt rápróbáljuk. Akkor nézzük, ha én ezt most így berakom. Itt jócskán kell vágni. Hát egyet-egyet mindenképp emelnék azért, hogy nem kelljen ennyit a csőből vágni. Már csak azért, hogy szeretnék a jövőre is gondolni. Szóval, hogyha megint majd esetleg szintén 20 év múlva újra tartályt kéne cserélni, és már mondjuk nem lesz ez a típus, csak valami újabb típus, vagy mit tudom én, tehát mindig megy a variálás, akkor még mindig legyen lehetőségem a csővel játszani. Ezért akarom inkább azt, hogy egy kicsit megemelni. Egy-egy léc távolságnyi, tehát 2 centit kb. Mind a két oldalon. Jó, legyen így. Akkor most keresnem kell 2 lécet oda. Ime a 2 kis fadarabunk. Ezt ide szépen létesszük. Egyiket az egyik oldalra, másikat a másik oldalra, meglepő módon. Így, és meg is van a megemelt méretünk. És akkor ezt a csövünket pedig, hát kb. Ott, igen. Kb. Ott kell levágni. Igen. És ezt mindjárt el is intézzük odakünt. Na, ez is megvan. Nem így, szükség, nem így. Nagyon jó. Jó. Akkor. Hát, azt hiszem egyszerűbb lesz ide lent előbb összeszerelni magát a tartályt. Igazából ez sem olyan nagy ördöngőség. Szépen itt ráhúzzuk. Próbáljuk a szárát egyenesen tartani. Mármint lefelé egyenesen. És akkor meghúzzuk. Kossam, ugye nem kell ezt egyből eltörni, meg ilyenek. Na itt majd a vízmagasságot majd beállítjuk. A többit igazából már fent lehet szerelni. Úgyhogy, igen, szilikonzsír. Először ugye a szorítógyűrű megy a helyére. Utána jön a gumóca,
És akkor kívülről is megzsírozzuk. És akkor mehet a helyére a gumi. Nagyon jó. Akkor fellépő kinyit. Hát közben kamerát is kellett váltanom, mert lemerült a másik. Úgyhogy most ezzel folytatjuk. Ezt ide szépen beakasztjuk. Ó, milyen kis erős. Na, ez bőven el fogja bírni a láncomat. Na, várjatok? Először a mi szelep, miket beszélek, szóval a flexicső. Wow, ez így szétjön. Na, ezt nem tudtam eddig. Most már ezt is tudom. Szóval először a flexicsövet szerelem fel. És ezt itt fontos megjegyezni, flexicső felszerelés nagyon fontos alapszabálya. Ez alá nem kell tömítés, nem kell szórakozni semmilyen tömítéssel, mert hogy mind a kettőnek az aljában van egy-egy gumigyűrű, mindössze annyi a lényeg, hogy érzéssel kell, illetve csak úgy szabad megszorítani. Nem szabad túlszorítani, mert ha elvágjuk a peremmel, tehát az anyag peremével a gumigyűrűt, akkor onnantól kezdve annyi. Tehát onnantól kezdve eltoltuk a dolgot. Úgyhogy tényleg csak nagyon finoman szabad ráhúzni. Annyira, hogy érezzük azt, hogy igen, az már ott a gumi, az már fogja, már ráfekszik, stb. Stb. És ennyi. Nem szabad fullba tolni a kretént, ugye? Ahogy azt szokták mondani. Na nézzük. Jöhet a tető, bár nem, azt még nem rakom rá a tetőt, mert ugye, amikor megnyitom a szelepet, akkor szeretném látni, hogy mi történik oda bent. Így, né. Ez is jöhet. És akkor? Hát figyeljetek, szerintem mehet a buli. Aha! Most már értem, hogy ez így azért csendes. Van az a hosszú cső, és annak az alján jön ki a víz. Tehát elég hamar eléri a vízszint, és utána már a víz alatt ereszt, azért nem sziszeg annyira. Ez viszont egy baromi jó ötlet. Na nézzük! Jó, ott nem ereszt a víz. Úgy néz ki, hogy teljesen jó. Jött a tető, így szépen rámegy a teteje. Na, akkor mehet rá vissza a tető. Így, né? És készen vagyunk. Ja, és csak úgy mellékesen megjegyezném, hogy a doboz, amit ide raktam, az tökéletesen fölfogta a forgácsot. Úgyhogy azzal sincs itt gondom. És egyébként maga a tartály, az baromira jó tényleg, úgyhogy bocsi, hogy szét kellett barbolnom, de hát tényleg még egyszer mondom, akinek ugye ilyen mindenféle flancos igényei vannak, annak bizony meg kell dolgozni érte. De amúgy tényleg egy nagyon-nagyon jó kis ötletes dolog ez. Nagyon kíváncsi leszek, hogy meddig fog szolgálni. Hát én nagyon-nagyon remélem, lekopogom, hogy legalább addig, amíg az előző. A leten egyébként megtaláljátok a leírást, nagyon-nagyon sok helyen kapható
ez a jó kis tartály, tényleg egy magyar szabadalom, magyar gyártmány, úgyhogy ha ilyet vásároltok, akkor hazai gyártókat, hazai szakembereket, hazai munkahelyeket támogattok. Úgyhogy mindenképpen javaslom, hogy ilyet vásároljatok. Egyelőre úgy nézem, hogy tényleg nagyon-nagyon jól működik, és hogyha akartok, akkor ilyen picit is lehet rajta húzni, tényleg konkrétan energiatakarékos, és hallhatjátok, hogy tényleg viszonylag halkan tölt vissza, hogy nagyon-nagyon szuper. Nekem a másik tartályom az, most pont nem hallottátok a videóban, ugye el volt zárva a szelep, amikor lehúztam, de az azért viszonylag hangosan töltött vissza, ez nekem nagyon tetszik. És ennyi. Igazából ennyi lett volna ez a mai videó, megint túl vagyunk egy sikeres szerelésen, egy sikeres tanfolyam videón. Bemutattuk ugye, hogy kell cserélni a tartályt, hogyan lehet a különböző viszontagságokat leküzdeni, meg hát, hogy hogyan kell mondjuk egy ilyen vízbekötést elvégezni. Ha tetszett a videó, akkor azt többféleképpen tudjátok jelezni. Hogyha úgy gondoljátok, hogy másnak is tetszett, akkor nyugodtan osszátok meg vele. Illetve nem szeretnétek lemaradni hasonló tartalmakról, például a Barkácsolás Alapok tanfolyam következő epizódjáról, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Én köszönöm szépen a mai figyelmeteket, sziasztok! Sziasztok! Én Viktor vagyok, és ez pedig itt a Recycling. És a mai videóban vizelni fogunk.